Aztán valamivel délelőtt 3-4-12-kor kezdődik majd az igazi száguldás, az aranybulla. A Szabolcs és Kovács Szabolcs, tehát itt a rajdobogón. De igazából ennyi. Van egy kettő, ami tényleg jó, a másik. Ez jó pár pedig olyan, ami át kell menni tényleg, és végig kell autózni rajta. Van egy kettő, ami nagyon jó bevállalható pályák. Van egy kettő, aminek nagyon rossz a minősége. Igazából ennyi. Melyik az a gyorsasági szakasz, ami tényleg valahogy úgy kell kimenni, hogy csak végig kell menni rajta? Tehát, hogy melyik a legkeményebb, a legbrutálisabb? Igazából nem tudom, mert ez az autóval én még nem mentem nyilván, úgyhogy nem tudom, hogy a pályaverek szerint a hosszú múlva a gyorsasági az, amit ellen megpróbál. Akkor lesz mind az autó, mind mi részünkről. Nem. Neked is köszönjük szépen, Borbás Szabolcs és Kovács Szabolcs, Ford Fiesta R2.
a párja? Ez is egy első kerekes autó. Oh,
Félek. Az első gyorsúban rájöttem, hogy tök jó ezzel a kocsival menni a Morván, és azt mondtam, hogy kár, hogy vége a Morvának, és az aszfalton ezen a Chuck Berry-nek nem találok el magam is. Persze, viszont Morva lesz, úgyhogy várunk titeket oda, sok sikert hozzá, gratulálunk, köszönjük szépen, hogy itt voltatok! Borbás Szabolcs és Kovács Szabolcs tehát, Ford Fiesta E2, abszolút 19. hely, 6-os géposztály, első hely. Szuper rallistak! Azt mondom, 25-ig nektek, de...